Munkaerő utánpótlás közszolgáltatási együttműködés mind olyan témák, melyekben Szekszárd segítheti a paksi atomerőmű bővítését, cserébe pedig ehhez kapcsolódó beruházások is megvalósulhatnak a városban. Ács Rezső polgármester szerint a legfontosabb a szakképzés fejlesztése lehet. A mi szakképzési forrásaink, amelyek a Modern Városok Program keretében majd felhasználásra kerülnek, ezek nagyon szorosan kapcsolódnak az erőmű szakképzési centrumának megvalósításához, illetve egy IQ központot szeretnének Szekszárdon megvalósítani, létrehozni. Mi azt szeretnénk, hogy ez az IQ központ és a mi szakképzési rendszerünk összekapcsolódhatna, és azt gondolom, hogy ezzel tudjuk a legtöbbet segíteni a bővítésnek, vagy éppen Szekszárdon működő helyi vállalkozásoknak is. Zárt ülésen arról döntöttek a képviselők, hogy eladják az önkormányzati tulajdonban lévő Kaminusz Kft-t, ami korábban kéményseprésssel foglalkozott. Ezt a feladatot ma már a katasztrófavédelem ingyen látja el, így a cég tulajdonképpen kiürült, a város mégis jól szállhat ki belőle. 55 millió forintot fektettünk be, nagyjából 100 milliót tudtunk osztalék egyéb formában a város költségvetésébe átcsoportosítani, és a Páskun utcában most ezzel a döntéssel a tulajdonunkba fog átkerülni a meglévő Kaminusz technikai tüzeléstechnikai Kft-nek az épülete is. Tehát én azt gondolom, hogy egy jobb befektetés volt a város részéről, és egy jobb ingatlannal, illetve pénzeszközöket tudtunk gazdagodni. A közgyűlés megteremtette a lehetőségét annak is, hogy újra pályázhassanak a Kessejusi út teljes felújítására, ezekkel együtt pedig az ipari parkok megközelíthetőségét javító beruházásokra, melynek része az új elkerülő út is. A munkák értéke meghaladja 4 milliárd forintot.